Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, a mai estét újra velünk töltik. Stúdió vendégeink, Tatabányai Általános Iskolái és azok tagintézményeik vezetői. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Mi nagyon régen beszélgettünk, már egy évvel ezelőtt, és hát én elsősorban arra lennék kíváncsi most, hogy hogyan zárták az előző évet, milyen volt az előző év Vaszari iskolában. Sok szeretettel köszöntöm a nézőket. A Vaszari iskolában is hektikusan telt ugye a tavalyi tanév, hiszen a járványügyi helyzet miatt módosult az iskolarend. Nálunk ugye a tanév végén változások is voltak itt az építkezéssel kapcsolatban. A tavalyi év tulajdonképpen tőlünk telhető pedagógusok mindent megtettek azért, hogy a gyermekek megkapják a maximumot, amit ebből a helyzetből ki lehetett hozni. Nyilván volt digitális oktatás, amikor is a Classroomon keresztül a diákok a pedagógusokkal tartották a kapcsolatot, online órák, feladatok kiküldése a Classroomon keresztül működött. És visszajelzések alapján jól működött, a szülők is elégedettek voltak a helyzethez képest, nagyon jól megoldották a feladatokat a kollégák. Ezek után év végén ugye a beruházás miatt hamarabb kellett a tanévet lezárnunk, illetve a tanítás nélküli munkanapokat a tanév végére kellett hagynunk, illetve voltak szombatok, amit ledolgoztunk digitálisan. Így a tanév végén azért akadt egy kis probléma, hiszen az A épület részben tudtunk csak tanítani, hiszen a B épület rész le lett zárva az átépítés miatt. Itt segítséget kaptunk Tataváros önkormányzatától és a Városkapu ZRT-től, és a Kajak Ökoturisztikai Központban kaptunk helyet három osztálynak. Tehát a harmadik évfolyam a tanév utolsó három hetét az Ökoturisztikai Központban töltötte. Ezúton is nagyon köszönjük, és nagyon készségesek voltak velünk, és a gyermekek, pedagógusok elégedettek voltak a helyjel, illetve a lehetőségekkel. A felső tagozat az utolsó három hétben váltásban, digitális és jelenléti oktatásban vett részt, tehát az 5.-6. évfolyamnak, amikor online oktatás volt, akkor a 7.-8. évfolyamnak jelenléti oktatás. Ezt is megpróbáltunk maximálisan megoldani a feladatot és a diákokat mindenféleképpen olyan oktatást nyújtani nekik, hogy a tanévet le tudjuk zárni úgy, hogy mindenki maximálisan teljesítsen. Úgyhogy hát a tavalyi tanév így számunkra egy kicsit nehezebb volt, de mindezek mellett azért a tehetséges tanulók versenyeken vettek részt, nagyon szép eredmények születtek, talán ami nagyon kiemelkedő, az diákolimpiai bajnokunk is lett távolugrásban, a fiú csapatunk országos eredménnyel, tehát sportban is próbáltak teljesíteni a gyermekek, illetve a kollégák, és a többi tantárgyban is az országos versenyeken így is szerepeltünk, akár online, akár ahol jelenléti volt, ott jelenléti versenyeken. Tehát egy kicsit nehezebben zártuk az évet, de úgy érzem, hogy most itt az új tanév kezdetén megpróbálunk alkalmazkodni ez a rendhez, hiszen azért egy karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy egy nagyon szép iskolát kapunk. Jászmin iskolában hogyan telt el az előző év? Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen csak a kötelező lezárás alatt kellett online oktatásban részt vennünk. Volt egy hónap, ahol több pedagógusunk is kiesett, de sikerült még pótolni az ő munkájukat. Végig voltunk. Nagyon örülünk neki, mert nagyon fontos volt, ugye azért sok szabályt kellett betartani, higiéniai előírásokat, amikre sikerült a gyerekeket is rászoktatni. Ami rossz volt a tavaly évben, hogy nagyon sok olyan programunk, ami a mi iskolánkra jellemző, akár a kistérségi kidobós bajnokság, akár a szép olvasó verseny szintén, ami kistérségi, ezeket mind-mind el kellett halasztanunk. És van a Jászmin bálunk is elmaradt, a családi napunk is, ugye, ahol a szülőkkel közösen tudunk önfeledten szórakozni és megismerni egymást. Bízunk abban, hogy a következő tanévben ezeket meg tudjuk valósítani. Fazekas iskolában?
Hát nálunk sokkal könnyebb volt a helyzet, mondjuk, mint a vaszariskolában, az biztos, de ennek ellenére bennünket is megviselt. Azt nem ismétlem el, amit a kolléganőim már elmondtak, hiszen mindenki tudja, hogy mikor tanultunk online, és mikor jelenléti oktatásban. Nálunk az volt a különösen nehéz, hogy mi egy énekzene általános iskola vagyunk, és nem lehetett énekelni. És azért nekünk mind a két kórusunk, a kiskórus és a nagykórus is, évente kétszer legalább, de többször is meg szokott mutatkozni a város előtt, a szülők előtt, és ez most nem ment. Tehát a következő évben az lesz a legfontosabb feladatunk, hogy az elmúlt két évet valahogy bepótoljuk, felzárkozzunk, és újra építsük ezeket a kórusokat, illetve ezeket a tevékenységeket. Ennek ellenére a tavalyi év a tavaly előttinél jobb volt, úgyhogy azt gondolom, hogy így pozitívan zárom én. Kőkút iskolában? A Kőkúti iskolában is hasonló a helyzet. Szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőket. Nagyon szépen köszönöm a szülőknek a támogatását, amit adtak a digitális oktatásnál, illetve a kollégáimnak azt a munkát, amit letettek. Ugyanúgy, mint a többi általános iskolában. Ahogy a kollégáim elmondták, vezetők elmondták, hogy a tanév lement a nyugodt medrében, ha a vírust nem nézzük. De ami a legfontosabb itt a probléma az, hogy azok a közösségi programok elmaradtak, ami egy gyereknek a fejlődését, személyiségfejlesztését feltétlenül szükséges. Ebben a tanévben erre mi nagy hangsúlyt fektetünk. Egy érdekes statisztikát lehet észrevenni itt a másfél évben, amíg a gyerekek digitális oktatásban voltak, hiszen azért ez visszaüt valahol. Soha nem volt ennyi kitűnő tanuló a Kőkúti általános iskolában, illetve jeles bizonyítványol, hogy egy vagy két darab négyes van csak benn, de ez a jó oldala, hogy emelkedett a statisztikailag ez a szám. De sajnos a másik oldalról is be kell számolnunk, hogy nagyon sok gyerek évet ismételt, és nagyon sok gyermek ment pótvizsgára, amit ugye teljesítettek. Tehát itt egy újabb pedagógiai kihívással állunk szemben, mert ez az olló nyílt az elmúlt évben. Okai mire vezethetők vissza? Kérdezhetem? Hát itt a családi támogatásnak a hiánya, illetve óriási motiváció hiánya a gyermekek részéről. A másik iskolákban is ez problémaként jelentkezett? Szerintem hasonló a helyzet a mi iskolánkban is. Tényleg nagyon sok kitűnő tanuló lett, és hát pótvizsgára 16 tanulónk ment az iskolából. A pótvizsgán csak tehát a pótvizsgán voltak, akik nagyon felkészültek, és itt nagyon köszönjük a család segítő segítségét, ugyanis ők kimentek családokhoz, és a korrepetálásban segítettek a gyerekeknek. Nagyon sok mindent megtettek a kollégák is, hogy azok a gyerekek, ahol, ahogy kolléga mondta, nincs olyan szülői támogatás, nincs rá mód, vagy esetleg elhanyagolják a gyermekeket. Ott próbáltunk segíteni nagyon sokat így iskolán belül, ahogy gondolom a többi iskolában is, és ez nagyon sokat számított. Tehát akik ezekben az osztályban tanítanak, kollégák, nyilván akik a tehetségesebb tanulókat tanítják, ott kiteljesednek a versenyekben, versenyeredmények vannak mérhetőek, tehát nagyon nagy munkát végeznek, de akik ezekben az osztályokban az ilyen hátrányos helyzetű gyermekeket tanítják, azért ott nagyon mindennapi, nagyon kemény munka folyik ahhoz, hogy ezeket a gyerekeket az iskolában, az osztályban tudják tartani és tovább tudják vinni. És tényleg csak azok ismételnek, ahol annyira nincs támogatás otthon és a gyermek sem motivált, azoknak tényleg osztályt kell ismételniük. Ez így igaz? Önöknél is? Vagy a Jászminban is? Hát a Jászminnál azt mondhatom, hogy azért alsó tagozatban a szülői háttér és a támogatás nagyon jól meglátszott. Szeptemberben, tehát tavaly, mikor visszamentünk, azért egy hónap azzal telt, hogy az előző évi lemaradást, felzárkózást elvégezzük a gyerekekkel, és utána indulhatunk neki a munkának. De tehát szerintem alsó tagozatban azért kapjuk a támogatást a szülők részéről. Igen. Azt gondolom, hogy az volt a legnehezebb, hogy most az iskolának a hátránykompenzációs tevékenysége nem tudott érvényesülni. Tehát azok a gyerekek, akiknek otthon nem tudnak segíteni, ők sokkal kevésbé tudtak felkészülni, viszont ahogy itt kolléganő mondta, az alsó tagozatban nagyon sokat tudtak segíteni a szülők.
Ezt az ollót látom én is. Nekünk azért egy kicsit különleges a helyzetünk, mert hiszen már első osztályban ugye valamiféle szűrőn esnek át a gyerekek, és tehát valamiféle motiváció van, ahogy hozzánk kerülnek, de mindenképpen érezhető volt ez nálunk is. Igen. Itt még az első, a tavalyi tényleg, ha ennyire kivesézzük, akkor itt, akik elsőben tanítottak, tanítónénik, tanítóbácsik, őnek nagyon nehéz feladatuk volt, hiszen kiesett az óvoda 3-2,5 hónapja. A gyerekek elszoktak azoktól a rendszerektől, amiből az óvoda szoktatta őket. Ez meglátszott a tavalyi elsősökön, és nagyon sok energiát kell beletenni, hogy maga az iskolai rendet, az iskolai házi rendet, a szokásrendet a gyerekek elfogadják és betartsák. Ilyenkor szoktunk arról beszélni, már a igazgatónő említette, hogy a tanulmányi versenyek azért zajlottak, de hát, hogyha büszkék rá, akkor azért meg egy kört fussunk ebben az esetben, hogy mi az, amit sikerült az előző évben, ha úgy tetszik, az iskola dicsőség falára felírni? Hát, legfőképpen online versenyek voltak, sok kiváló eredmény született fel, nem szeretném felsorolni, mert tényleg sok, meglepően sok ahhoz képest, hogy pandémia volt. Ami nekünk fájó, legfájóbb, az a diák olimpia rendszer, hogy nem működött, már tavaly sem. Tehát most a két tanévet nézek, egy nagyon tehetséges garnitúra ment ki 8-ba, egy nagyon tehetséges garnitúra került föl most 7. osztályba, tehát abban a korosztályban nem tud versenyezni. Itt biztos, hogy azok a gyerekek, mert nem kis létszámról van szó, mert csapatsportágokról beszélünk, hihetetlen lehetőségtől estek el. De a szüleik is, mert hiszen annál nagyobb büszkeség nincs, amikor látja a szülő a gyermekét sikeresen a pályán, vagy a verseny területen, úgyhogy ezt mi nagyon-nagyon sajnáljuk. Nálunk is nagyon sok versenyen vettek részt a gyerekek. Én sem szeretném felsorolni, mert kb. 14-15 versenyről van szó, azok, amik szoktak lenni, ezeket online általában megrendezték, és beneveztük, szép eredmények is születtek, viszont azt hadd mondjam el, hogy nagyon sok képzés volt a pedagógusok számára is, pont az online miatt, amin nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hadd mondjam el, hogy nálunk 41 képzésen vett részt a tantestület az elmúlt évben. Tehát amellett, hogy a kollégáim csinálták azt, hogy ugye napi tanítás, vagy az iskolában, vagy online, mindannyian mindenképpen beiratkoztak valamilyen iskolába is. Igen. Hát nálunk alsó tagozaton ugye azért kevés verseny van. Mi igyekeztünk inkább iskolai szinten ezeket a versenyeket megrendezni. Online-ra kevesebben mentek tőlünk. Már igen, felső tagozatban volt több verseny. Matematikából, fizikából, természettudományokból voltak versenyeken gyerekek, kémiából is, megyei szinten nagyon szép eredményt értek el, és országosra jutottak, tehát ezekből a tantárgyakból, de ugyanúgy magyarból is. Tehát országos eredményeink vannak, ahogy említettem, a diákolimpiát még ősszel ugye megtartották az ügyességi csapatbajnokságot, úgyhogy ott is 3 csapattal is szerepeltünk első 6-ban, ugye első helyezett lett a távolugró csapatunk. Úgyhogy online versenyeken is részt vettek a gyerekek, nyilván nagyobb létszámú iskola, így több diák van, és akik tényleg nagyon szeretik megmérettetni magukat azoknak, és amilyen lehetőségek adottak, ezt azért kihasználtuk. Úgyhogy nagyon szép eredmények születtek a tavalyi évben, és meglepően ahhoz képest, hogy ugye itt a vírushelyzet miatt sok verseny elmaradt. A következő kör az arról szólna, hogy nyáron mi történt az iskolába. Gondolom a legtöbb dolog önöknél, bár a Kőkut iskolába is sok minden történt. Igen, hát nálunk van ez az EFOP 412-es pályázat által, ami iskolánk megújul. Ez ugye elindult a Jászmin utcai tagintézménnyel a tavalyi évben, illetve tavaly előtt most egy éve lezárult. Ott egy kisebb felújítási rész, tehát egy felújítási munkálatok voltak. És hát elindult a Vasariban is, június 8-án átadtuk az építési területnek az iskola egy részét, ugye a régi a bélépület részünket, a laktanya részt, ami laktanya volt korábban, ezt a részt átadtuk építési területnek. Hát sajnos itt közbe jöttek olyan kivitelező, illetve a megrendelő által előre nem látható problémánk a tetőszerkezettel,
ami miatt itt most a B-részt továbbépítését nem engedélyezték, illetve nem tudják továbbépíteni, hiszen kiderült, hogy a tetőszerkezet nem alkalmas arra, hogy itt a tetőtéri termeket építsünk, illetve maga a szerkezet már továbbra sem alkalmas, így az épület statikailag sem az épület számára. Így ennek átépítése lesz. Sajnos itt egy egész tető födémről van szó, tehát nem javítási munkálatokról, itt a feltárások után derült csak ki, hogy itt ez a rész olyan súlyosan sérült részt, amit már javítani nem lehet, hanem csak cserélni. Na most egy tetőfödém csere, és itt most már nem csak az a részről van szó, ahol a tetőtéri termek lesznek, hanem természetesen így akkor már az egész épület rész födémjéről van szó. Ehhez többletforrásra van szükség, és most szeretnénk beadni, illetve ugye a projektvezető, a megrendelő Tatabányai Tankerület beadja többletforrásra, hogy itt a tetőrész elkészüljön a födémrész, és csak akkor folynak tovább a munkálatok ebben a részben. Amikor ez kiderült, ugye júniusban, május-júniusban, akkor azonnal nekiálltak az A-épület résznek, aminek a felújítását el kellett végezni, hiszen itt 22 osztályt helyezünk most el erre a tanévre. Úgyhogy az A-épület rész az szépen megújul, már ugye a fűtéscsere, a villamoshálózatcsere megtörtént, burkolatok, folyosóburkolatok, most megy még a burkolás utolsó mozzanatai, valamint a termekben a padló burkolat cseréje is megtörtént, úgyhogy festési munkálatok folynak, és hát így mi ugye később kezdjük a tanévet, szeptember 20-án kezdjük, illetve elkezdődik szeptember 1-ével a tanév, de 20-án lesz az első tanítási napunk. Jászmében mi történt a nyáron? Sok változás nem történt, hiszen nekem a tavalyi tanévben volt egy felújítás, és akkor a burkolatok cseréje, stb. Megtörtént. A technikai dolgozóm megtartották a nagy takarítást, illetve a gondnokunk egyéb teremfestéseket elvégzett, amire szükség volt. Ami nagy bánatunk, hogy volt egy játszóvárunk, az sajnos használhatatlanná nyilvánították, tehát életveszélyessé. Annak a felújítása olyan horribilis összeget vonzott volna maga után, hogy azt nem vállaltuk. Azt lebontottuk, és most szeretnénk majd az alapítványon keresztül gyűjteni pénzt, hogy sikerüljön majd elkészítenünk. Fazekasban? Nálunk a Fazekasban azok a dolgok történtek, amik általában egészségügyi festések, az elsősök, ötödikesek tantermének rendbetétele, de egyébként különösebb dolog nem történt. Igazgató? Iskolában is a tisztasági feltöltenítés történtek meg a nyár folyamán, illetve a digitális és informatikai eszközöknek a karbantartása. Van az iskolának egy kerékpárflottája, aminek egy karbantartását csinálták meg a gondnokok, tehát most használható ez a dolog. Illetve a Tatabányai önkormányzat egy nagy beruházást tett a Kőkuti Általános Iskolában, tehát a konyha felújításról van szó. Ez úgy alakult, hogy szeptember 1-ével itt tud főzni a vállalkozó, de ez sajnos különböző műszaki okok miatt picit csúszik. Nagyon remélem, hogy heteken belül át tudják adni a konyhát, és megfelelő kiszolgálásban részesülnek a gyerekek. Annyit el kell mondani, hogy teljes közmű felújítás van, tehát a sírfogóaknától a légtechnikán, nagyon komoly légtechnika van betéve ebbe a konyhába, illetve olyan konyhai gépek, ami tényleg európai színvonalú. Én nagyon remélem, hogy ezeket a gépeket úgy fogják használni, hogy a étkezésnek a minősége is emelkedni fog. Ez majd abból látszik, hogy hány gyerek fogja igénybe venni a közigtetetét. Én remélem, hogy a következő tanévben a gyerekek száma emelkedni fog ennek tekintetében. Következő kör vagy beszélgetésünk másik témája, hogy mindig szoktunk beszélgetni a tárgy és személyi feltételekről. A tárgyit azt hiszem, hogy nagyjából kiveséztük, de a személyi feltételek, pedagógus hiány, szakos hiány, teljes létszám, tanulócsoportok, egyebek, ez lenne a következő? Hát nagy kihívások előtt állnak a városi intézetek, biztos állíthatom. Egyre nehezebb szakos kollégákat munkába állítani, keresni.
büszkén mondhatom, hogy a Kőkút általános iskolában és a Fazekas Józsi tagintézményen is, mind alsó tagozaton és mind felső tagozaton szakos kolléga lát el minden órát. Látva a környező intézményeket, ez szerintem nem mondható el mindenhol. Én nagyon remélem, hogy a 10 új kolléga a két intézményben, aki jött most a Kőkút általános iskolában, az be fog illeszkedni a tantestület működésében, átvész azokat az értékeket, amit a Kőkúti általános iskola képvisel közel már 40 éve, és ugyanolyan lendülettel fognak dolgozni, mint az elődeik. Hadd mondjam el a kedves nézőknek, hogy a elmúlt két évben a tantestület, csak a Kőkúti általános iskolában a tantestület 40%-a cserélődött ki. Ez nagyon sok. Nagyon fiatalok sok. Jönnek, vagy inkább idősebb? Vannak, hála Isten, vannak fiatalok is, és vannak olyanok, ennek is nagyon örülök, akik már tapasztaltak, több vagyis más intézményben hosszabb ideig dolgoztak, és különböző okok miatt jöttek hozzánk. Ennek én nagyon örültem. A két helyettes kollégám ebben nagy munkát végzett, hogy fel tudtuk tölteni minden osztályban, minden órát szakos kollégával. Vasariban mi a helyzet? Igen, hasonló a helyzet. Mi 10 új kollégát vettünk fel. 2 kollega nyugdíjba vonult, 5 kollega elment másik iskolába tanítani, 1 kollega anyai örömök elé néz, és 10 kollégát vettünk fel helyette. Nálunk is a szakos ellátottság megvan, tehát minden csoportnak, minden osztálynak megvan a szakos ellátottsága, és az iskolatitkárunk és gazdaság és iskolatitkárt is újat vettünk fel, hiszen az előző kolléganő nyugdíjba vonult, úgyhogy itt is megoldódott a helyzet, úgyhogy hát mi is kíváncsian várjuk a 10 új kollégával együtt, hogy sikerül a tanév. Úgy látszik, hogy már most ők is beilleszkedtek, találkoztak a többi kollégával, ismereteket gyűjtöttek, tapasztalatokat adtak át a kollégák. Nálunk egy pályakezdő jött, illetve egy egyetemista van, aki tanárképzőben jár és egyetemista mellette tanít. A többi kollega szintén tapasztalt, ahogy a kollega is mondta, hogy tapasztalt is, és pályakezdő is van. Nem tudom, két iskolában gondolom, hogy két igazgató elmondta önöknél. Nálunk annyi van, hogy indulásnál megvagyunk, az angol nyelvre kellett óraadót keresnünk és találtunk is a városban. Hát évközben lesz majd nyugdíjba vonuló kolléga, az ő pótlását kell majd megoldanunk. Következő év hogy fog nézni, igazgató úr? Mármint ez a tanév, ami most kezdődött el elsőjén? Hát pont a hét elején a 181 napra a munkatervünket összeállítottuk közösen a tagintézménnyel. Nagy hangsúlyt fektettünk a közösségi programokra, mind a környezet ismereteknél, hogy az okosztályunk fut, egészségmegőrző programokra, kulturális és sportrendezvényekre, és mellettem nagyon remélem a tantárgyi versenyek is visszajönnek. Mind a Kőkút hét megcélozzuk azt, hogy minél többet legyenek a gyerekek közösségben, hogy visszajön az az élet, ami volt és jellemezte a mi iskolánkat, meg a Fazekas iskolát is. Én nagyon remélem, hogy ezeket a célokat végre tudjuk hajtani. Nem lesz olyan egészségügyi helyzet, hogy ez átrendeződik. És tulajdonképpen azt kívánom mindenkinek, hogy a nyugodtan év következzen, mert ezt az elmúlt másfél évet azért folyamatosan kell behozni, ezt nem lehet hirtelen behozni, ami azért elmaradt a gyerekeknek. Ezt szépen lassan vissza kell hoznunk, oly mértékben, hogy a szülők szemébe tudjunk nézni, amikor 8-ba kimennek innen, és olyan továbbtanulás arányokat tudjunk felmutatni, mint az elmúlt időszakban. Ez a legfőbb kihívásunk nekünk a tanévben, és nagyon remélem, hogy mindazok a környező létesítmények, mind a tanúszoda, a jégpálya úgy fog működni, hogy a gyerekeknek a hasznára jusson. Épp a tanítő érdekedetem mondtam el, hogy a tanúszodának a jelentőséget nem eléggé tudom hangsúlyozni, hogy milyen fontos, hiszen most nyáron is mennyi olyan értelmetlen vízibaleset történt, ahol a idősebb gyermekek, akik 14-17 évesek nem tudnak úszni, hogy ezeket elkerüljük.
önöknél? Hát a szokásos oktató-nevelő munkán kívül azt gondolom, hogy nekünk is a nevelésre kell most ezért, hiszen kimaradt nagyon sok közösségi rendezvény, helyezünk a hangsúlyt, és nagyon-nagyon szeretnénk már az elmaradt vagy eddig csúsztatott pályázatainkat végre megvalósítani. Van egy nemzeti tehetségpontos, nagyon jó pályázatunk, van határtalanul pályázatunk, amit most már egy-két éve tologatunk, mert egyszerűen ugye mindig történik valami a járványügyi helyzettel, és ezért nem tudtuk megvalósítani, és hát mi is azokat a szülőkkel közös programjainkat szeretnénk mindenképpen megvalósítani, és hát nyilván felkészíteni a gyerekeket arra, hogy ki a saját színvonalon tudja teljesíteni a tanév követelményeit. Jászmin? Mi is szeretnénk, ha visszatérnénk a normális életbe. Szeretnénk megszervezni a kistérségi versenyeinket, amik jellemzőek ránk. Nagyon fontosnak tartjuk a gyerekeknek a fenntarthatóságra nevelést, hogy ehhez kapcsolódóan projektheteket szervezünk. Utóbbi időben egyre több projekthetünk volt, aminek nagyon jó visszhangja volt. Szeretnénk bált rendezni, illetve már most szeptember 25-én a tavaly elmaradt családi napunkat megszervezzük. Bízunk benne, hogy nem szól közben semmi, hiszen itt a gyerekeknek egy nagyon kellemes ugrálóvártól kezdve a vattacukron át és közös főzéssel zajlik. Kétszer sikerült eddig megszervezzünk, nagyon jó visszhangja volt, és szükség van arra, hogy más körülmények között találkozzunk. Hát mi is készülünk, a munkatervünket elkészítettük, és akkor várjuk ezt az évet. Önöknek? Nálunk egy kicsit nehezebb lesz ez a tanév, hiszen több helyszínen fogunk tanítani. Tehát a főépületben marad az első és az 5-től 8. évfolyam. A művelődési házban lesz most jelenleg a negyedik évfolyamunk, és a Jávorka iskolában lesz a 3. évfolyamunk. Tehát így kezdjük a tanévet, majd 2 hónap múlva a 2. évfolyamunk átköltözik a Jávorka iskolába, ott szintén egy ilyen különálló épületbe. Tehát nagyon nehéz lesz nekünk most így megszervezni akár ünnepségeket, akár bármilyen közös rendezvényt, hiszen az udvarunk több mint fele építési terület, tehát kisebb lehetőségeink vannak. És hát csoportbontásra nagyon örülünk, és nagyon köszönjük, a járásbíróság épületében kaptunk a tárgyalótermet, illetve ha szükség van rá, még egy termet, valamint a Tataváros önkormányzatától ugye ezeket a bírósági épületben lévő önkormányzati helyiségeket is megkaptuk, úgyhogy itt a fejlesztő órákat meg tudjuk tartani, valamint a református imaházban is lehetőségünk lesz, és ezt is nagyon köszönjük, a támogatást, hogyha szükség van rá, akkor ott is tudunk órákat tartani. Tehát próbáljuk, a Jávorka iskola nagyon készséges volt, úgyhogy nagyon köszönjük ezúton nekik is, hogy lehetőségünk van ott elhelyezkedni. A bútoraink nagy része a Piarista rendházban van, úgyhogy köszönjük az ő támogatásukat is, illetve a Tiszti klubban az önkormányzat segítségével a régi Tiszti klub épületében vannak még bútoraink. Úgyhogy ez a tanév elég nehezen indul, de én azt gondolom, hogy ha itt beindul, akkor meg tudjuk oldani azt, hogy közösen is tudunk programot esetleg a város különböző pontjain, illetve a nyolcadikosokat figyelembe véve itt kollégáim nagyon odafigyelnek, és lelkükön viselik a nyolcadikban oktató kollégák, úgyhogy most szeptember 1-től 20-áig a nyolcadikos diákoknak felvételi előkészítőt tartunk matematika és magyar nyelvből, hogy ne maradjanak le, és a 7 napot pedig úgy próbáljuk pótolni, ami a 6 napon felül van, hogy szünetekből, decemberben a téli szünetből 1 napot, októberben az őszi szünetből 2 napot, illetve az első fél évben 3, és évvégén júniusban pedig 1 szombatot fogunk ledolgozni. Tehát próbáltuk figyelembe venni itt a szülők kéréseit, illetve a gyerekek terhelhetőségét, és hogy tudjuk a legoptimálisabban megoldani. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a tanév a szülők nagy segítségére van szükségünk, megértésére, ami idáig is számíthattunk rájuk nagyon sokban, és ezúton is köszönöm, és a továbbiakban is nagyon számítunk a segítségükre, a megértésükre,
hogy itt ezt az időszakot úgy vészteljük át a következő tanévet, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki belőle. Igazgató, talán megbocsátják a többiek, hogy még egy kérdést kimondottan, az, hogy ha mindez elkészül, akkor mivel lesz gazdagabb az iskolájuk? Mi fog épülni, mi az, ami megújul, mind változtatnak? Hát ami újonnan épül, az egy új tornaterem, hiszen a mindennapos testnevelést, nem a mindennapos, a három órás testnevelést sem tudtuk teljesen megvalósítani tornateremben, tehát tornatermi körülmények között. Így épül egy új tornatermünk, aminek az alapját már kiásták, tehát épül most már az alap. Épülnek tetőtéri termek, az ugye a tető megújul, az egész épületben a villamos hálózat, a vízvezeték, a fűtés hálózat megújul, a csatornarendszer, az udvarunk is megújul, egy rekordtán sportpálya épül az udvaron, és minden mellett az egész udvar rendezetté válik, amire már nagyon régóta vágyunk. Úgyhogy nagyon sok mindenben megszépülünk, megújulunk, ami azt hiszem, hogy most erre az épületre már igencsak ráfért. Úgyhogy egy kis türelmet kérünk még a szülőktől, a pedagógusoktól, a tanulóktól, és tényleg jövőre egy nagyon, már most is az A épület részben, de jövőre a B épület részben is egy nagyon szép új felszerelt termek várják a gyermekeket. Mindig beszélgetni szoktunk az iskola, a gyermek és a szülő hármas hatékony munkájáról, mert beszéltünk a gyerekekről is, beszéltünk a pedagógusokról, a szülőkről, ön már részben említette, hogy mennyiben segítenek és mennyiben támaszkodhatnak. De vajon a többi iskolában hogyan néz ki, milyen a kapcsolat? Gondolok itt nyilván alapítványi támogatásra, szülői munkaközösség dolgaira, tehát mi az, amiben önöknek igazából szükségük van, és meg is kapják ezt a fajta hátteret? Hát a szülői munkaközösségnek nagy feladata van, azokkal a programokkal, amiket a közösen szervezünk, tehát itt ez a családi napra, a Jázminbára, ott számítunk a támogatásukra. Az alapítvány bevétele inkább az adó 1%-a volt most az utóbbi időben, ott minden évben kapunk támogatást tőlük. Hát jó lenne még több, de hát soha nem elég. A szülőkre a mindennapokban mindig támaszkodhatunk, elfogadják, amiket mondunk, segítenek bennünket, úgyhogy nálunk ez teljesen jól működik. Igen. Nálunk nagyon szerintem legendás a jó a szülői munkaközösség, illetve az alapítvány, illetve és a pedagógusok, tanulók együttműködése. Most már ott tartunk, hogy a szülők önálló kezdeményezésekkel élnek, és akkor ilyen iskolaszépítő programot ők maguk szerveznek, és végül is ők is takarítják az iskolát, ilyenkor összeszokták. Aztán utána a bált is ők rendezik, gyereknapot ők saját maguk szervezik a gyerekeknek, és ezen kívül nagyon egy sor olyan programunk van, amit közösen csinálunk a szülőkkel. Persze az elmúlt két évben ez is sokkal, sokkal nehezebben ment, hiszen nem is jöhettek be az iskolába, de bízunk benne, hogy ebben az évben azért ezek a dolgok visszaállnak. Hát mi is reméljük, hogy visszatér a két évvel ezelőtti kapcsolat, hogy számíthatunk a szülőkre, hogy a digitális oktatásnál is már mondtam, köszönetet fejeztem ki, hogy nagy segítség volt. Arra mindig büszkék vagyunk a Kőkutai Általános Iskolában, hogy ezek a alapítványunk, a sportegyesületünk, az iskolaszékünk, ez tulajdonképpen egy civil kontroll. Itt nem pedagógusok vannak ezekben a kuratóriumokban, illetve bizottságokban, hanem a szülők. És ezen azon szülők, akik ezt önként társadalmi munkába vállalták, nagyon együttműködőek és gyermekközpontúak, támogatnak bennünket, új ötleteket adnak, hogy milyen programokkal álljunk a gyerekek elé. Ez remélhetőleg érezni fogják elsősorban a gyerekek ebben a tanévben, de a szülők is fogják érezni, mind a képességfejlesztő alapítványnak, mind az iskolaszék alapítványnak, és mind a Kőkuti Sasok Díjese Egyesületének elnöksége, elnöke támogatását. Ahogy polarizálódik a társadalom, egyre több felmérés mutat különböző tendenciákat. Én arra lennék kíváncsi, hogy önöknél az a fajta, hogy mondjam, már beszéltek róla néhány gondolatban hátrányos helyzetűektől, tehát ez a tendencia, hogy egyre inkább vannak kiszolgáltatott gyerekek, és ebből adódóan egyre inkább szorul az iskola is olyan fajta feladat elvégzésére, ami az ő előmenetelüket segíti. Ebben nőtt a mozgásterük, van lehetőségük? Hát tulajdonképpen nagyon nehéz ezt megfogalmazni. Vannak ilyen jelenségek, de azt is el kell mondani, hogy mind az állam, mind a Tataváros önkormányzata, és mind a tankerület, ahol tud ilyen családoknak, személyeknek kimagaslóan segít. Akár most a tanszercsomaggal,
tanév elején, ugye az ember ezt nem publikálja, de jelentős gyereklétszám kapott tanszer csomagsegélyt. Én azt mondom, a gyermekvédelmi rendszerünk is működik iskolán belül, a jelzőrendszerünk is működik, a szociális segítő is van az iskolában, tehát szerintem aki engedi magát, hogy fölkarolja a közösség, az szerintem jól jár, de vannak olyanok, akikkel nagyon nehéz az együttműködés, de itt a legszomorúbb kimondani, hogy itt nem a gyerek tehet elsősorban róla, hanem az a háttér, amit a gyerek otthon lát, vagy nem kap meg támogatást. Ez fájó kimondani, de van ilyen. Gyereknél? A mi iskolánkban elég kevés a hátrányos helyzetű gyerekek száma, de akik vannak, szerintem nagyon jól bekapcsolódnak a munkába, együttműködőek a szülei, és amit az igazgató úr az előbb elmondott, hogy nagyon sok segítséget kapnak, és ezzel általában élnek is, úgyhogy én nem, most nálunk nem tapasztalom ezt. Igen. Nálunk is kevés a hátrányos helyzetű, nagyon odafigyelünk rájuk, támogatjuk őket, igen, támogatja az állam is őket, úgyhogy jó az együttműködés ezekkel a szülőkkel. Igen. Én azt tapasztalom a gyermekvédelemmel kapcsolatban, hogy nagyon szoros kapcsolatunk van ugye ezzel a szervezettel, és azok a szülők, akik nem akarnak odafigyelni a gyermekeikre, azokat is rászorítják. Tehát én azt tapasztalom, hogy nem csak az, aki hagyja magát, hanem nem hagyják, hogy a gyermekekkel ne foglalkozzanak a szülők. És én ezt nagyon nagy javuló tendenciának látom. Tehát, hogy nagyon mi, mint jelző, tehát jelezzük, akinél probléma van, és ugye a családsegítő kimennek, és támogatják őket, és nem csak támogatják, hanem rá is szorítják őket arra, hogy a gyermekkel foglalkozni kell, oda kell figyelni. Természetesen vannak olyanok, akik ez alól kibújnak, és máshová költöznek, stb., de ugyanúgy követik is az útjukat. Tehát a következő helyre, ahova költöznek, jelzik, hogy ennél a családnál probléma volt. Tehát én ezt nagyon-nagyon jó dolognak tartom, hogy közbeavatkoznak, és rászorítják a szülőket arra, hogy itt a gyerekekre odafigyeljenek. Jó kapcsolatunk van, sajnos nálunk több gyermek van, hiszen nagyobb létszámú az iskola, így a gyermekek száma a hátrányos helyzetű, aki nem is jelenti be az önkormányzatnál, hogy ő hátrányos helyzetű. Nyilván akkor is tudjuk, hogy ki az, akinek segíteni kell. Itt a kollégák segítenek, de a gyermekvédelem ez szerintem most nagyon jól működik. Étkeztetésük is biztosított? Igen, az étkeztetésük. Tehát azoknak a tanulóknak, akik rászorulnak, ingyenes étkeztetés biztosított a város önkormányzata. És a vírus időszakban is házhoz is szállítottak a tanulóknak, úgyhogy lehetőségük volt otthonra is rendelni. Tehát ebben is a rendelkezésükre állt az önkormányzat. Az ilyen évi-elejé beszélgetés mindig azzal szoktuk zárni, hogy mennyire optimisták az év tekintve. Nyilván mindenki azt mondja, hogy optimista, de hát azért valami másfajta gondolatmenet mellett is induljunk el, hogy mikor lesznek elégedettek, hogyha ezt az évet hogyan sikerül zárni. Igazgató úr? Hát a legjobb az lenne, a végjelenléti oktatás lenne. Én nagyon remélem, hogy itt a védőoltások számának emelkedésével ez meg fog oldódni. De azt hiszem a kollégáim nevében is mondhatom azt, hogy sok mindenről beszéltünk, de itt az elmúlt két évben a pandémia időszakában is, most ebben a tanévben is nem szabad elfeledkezni a Tatabányi Tankereti Központ támogatásáról, hiszen hihetetlen pontosan hozzák a tisztítószereket, a fertőtlenítőszereket, teljes mértékben vagyunk látva, akár lázmérésről volt szó, maszkok beszerzéséről a rászoruló gyerekeknek, és azt is el kell mondanom, hogy a Tankereti Központnak köszönjük azt, hogy a technikai személyzetnél elég sok a változás, de nagyon rugalmasan, azonnal tudjuk alkalmazni az új embereket, illetve ha úgy alakult, hogy a fertőtlenítés, takarítást magasabb óraszámba kellett megoldanunk, ebben is segítettek. Úgyhogy én itt szerintem a kollégáim nevével is tudom azt mondani, hogy köszönet a Tatabányi Tankerületi Központnak, hogy ilyen pontosan és kiszámíthatóan látják el az iskoláinkat, és tudunk úgy működni, ahogy azt az intézkedés terven, a törvényben, jogszabályban nekünk leírták. Mikor lenne elégedett?
Hát ennek nagyon-nagyon sok kritériuma van, hogy elégedett legyek, de most elsősorban akkor, hogyha jelenléti oktatással tudnánk még menni, senki nem lenne beteg, minden kollégám egészséges maradna, és úgy tudna végig dolgozni, és a nyolcadikosokat felvennék oda, ahová szeretnék, ha minden gyerek úgy tanulna, ahogy a képességei engedik, és végre el tudnánk menni egy kórusminősítőre, vagy végre Hollandiába is eljutnánk, ahová ugye 3 éve van meghívásunk. Sorolhatnám még, de ha ennyi megvalósul, akkor már boldog leszek. Köszönöm. Én is annak örülnék, ha végig jelenléti oktatás zajlana, a munkaterben eltervezett programokat megvalósíthatjuk, és a gyerekekből igen a maximumot hozzuk ki. Igazgatóasszony? Én annak fogok örülni, ha a jövő tanévet, szeptember 1-jét a megújult épületben, felújított épületben, iskolaudvarral kezdhetnénk. Tehát ez az évünk arra megy, hogy a különböző helyszíneken a maximumot nyújtva ezt a tanévet úgy zárjuk, hogy a következő tanévet már az új épületben kezdjük. Természetesen a legfontosabb, hogy egészségünk legyen hozzá, és hogy a gyermekekkel jelenléti oktatásban tudjunk dolgozni. Ez lesz a szerintem, ha ez már teljesül, azt hiszem ez már nagyon jó dolog. A többi, ami pluszba jön hozzá, a szórakozás, a szabadidő, ez már csak egy plusz lesz hozzá. Én azt gondolom, hogy az egészség és a jelenléti oktatás ez lesz a legfontosabb a következő tanévre. Legyen jó, úgy köszönöm szépen vendégeinknek a beszélgetést. Nézzünk pedig, megköszönöm megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok!